Köszöntelek benneteket ezen a videón, mesebeli asztrológia április 22-én. Az asztrológia tudása mesebeli képekkel az indiai asztrológia szerint. Ebben az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett tithik, és ők ezt mindig vagy teli hold után, vagy új hold után számolják. Ez annyit jelent, milyen messze van a hold teli nap után, vagy új hold után a naptól. És ezeknek a napoknak is van egy jelentősége. A mai nap tehát április 22-e a 14. tithibe esik. Ez a 14. tithi annyit jelent, hogy valami elmúlik, vagy valamit le kell, hogy zárjunk. De az új dolgok még nem láthatóak. A mai nap mint egy tánc, tehát a múltból áttáncolunk a jövőbe. Ez nem mindig könnyű, de kellene, hogy ebben a könnyűségben maradjunk, és megbízzunk abban, hogy a következő napokban, hetekben változások lesznek, minden könnyebb lesz, de a mai napon érezzük még a feszültséget. Az is előfordulhat, hogy a mai napon minden olyan ellentmondónak tűnik. Az indiai asztrológiában vannak holdházak. A hold ma a halak jegyében van a Revati holdházban. Ez az utolsó holdház. És mutatja, hogy el kell, hogy érjük a célunkat. Akkor is, ha jelen pillanatban úgy tűnik, hogy elérhetetlen, de ne adjuk fel. És most az elemekről. Van 4 alapelem, amit a természetben is észrevehetünk. Ez a tűz eleme, a föld eleme, a levegő eleme és a víz eleme. Ezeknek az elemeknek vannak jelentései. A tűz eleme mutatja a lelkesedést, de a szív melegségét is. Kihat a tettekre, mert a tűz elemében van ez a lelkesedés és a bátorság is. A föld eleme mutatja a reális dolgokat és az anyagiakat. A levegő eleme a gondolatainkat, a terveinket, az ötleteinket, és a könnyűséget. Azon kívül kihat a kommunikációra. A víz eleménél az érzelmekről van szó. A mai napon a tűz elemében van a nap. Akos jegyében. A nap mutatja nekünk a havi témát, hogy odafigyeljünk, mert ez a következő napokban, hetekben nagyon fontos. És itt a tűz eleménél a lelkesedésről van szó. Ezt az utat kell, hogy válasszuk, és a kos jegyénél gyakran egy új lehetőséget, egy új irányt mutat. Viszont ma a nap egy kapcsolatban áll Szaturnusz bolygóval. Szaturnusz bolygó a Bak jegyében, tehát a Föld elemében. Nap és Szaturnusz bolygó között kialakul egy úgynevezett kvadrát aspekt. És ez nem kellemes. És ez a diszharmónia, vagy az, ami bennünket most úgy nyomaszt, ez alatt a hatás alatt, ez pontosan az elemekből jön. Tehát a tűz eleménél ez túl sok föld.
és a föld eleménél ez túl sok tűz. Ezek a dolgok láthatók a természetben is. Képzeljétek el, hogy meggyújtatok egy gyertyát, és ráöntötök egy halom földet. Akkor mi történik? Akkor nem ég a gyertya. Vagy, ha én a másik oldalt mutatom, mert ha a föld túl sok tüzet kap, mert például szárazság van, és hőség, mi történik? Kiszárad a föld. Tehát az elemek így nem segítik egymást, hanem akadályozzák egymást. És pont ezt mutatja ez a kapcsolat. A nap lehet egy apai kérdés is. A nap kihat ránk. Valamit meg kell, hogy nézzünk. Szaturnusz bolygó korlátokat is okozhat. Tehát le vagyunk korlátozva. A lehetőségek nem úgy mennek tovább, ahogy mi szeretnénk, mert valaki korlátokat tesz elénk. A nap korábban szimbolizálta a királyokat, a császárokat, most pedig az, hogy ki irányítja a dolgokat. És itt korlátozások vannak. A nap összeköttetésben áll a mi szívünkkel. Ezt egyszerű elmondani, mert a nap a középpontban van, a mi naprendszerünkben, és a szív a testünk középpontja. Tehát az is fontos, hogy ezt is megtekintsük, a szívbeli dolgokat, ami bennünket lelkesít. De ezáltal a Szaturnusz bolygó által, ezáltal a kapcsolat által korlátozva vannak a lehetőségek. De ezt én nem a párkapcsolat területére mondanám, mert most Mars és Vénusz bolygó egy nagyon jó kapcsolatban áll, és a szerencsét hoz a szerelem területén, hanem én ezt úgy magyaráznám el, hogy ez a nap és Szaturnusz kapcsolat az más dolgokra utal, például a hivatásunkra, vagy az anyagi dolgokra. Korlátozottak a lehetőségeink. A Föld elemében van Mars bolygó, Jupiter, Vénusz és Szaturnusz bolygó. Mars és Vénusz nagyon jó kapcsolatban áll, és ez kihat a párkapcsolatra. És ez szerencsét hoz nekünk. Ez most egy megnyugtató és kellemes energia. Nem csak Mars és Vénusz között, hanem a Hold besugározza ezt, és kihat az érzelmi világunkra, kihat a párotok érzelmi világára, és ez szép és megnyugtató. Hold egy jó kapcsolatban Vénusz bolygóval, Hold egy jó kapcsolatban Mars bolygóval, és Mars-Vénusz, az is egy jó és kellemes kapcsolat. És itt a Föld elemében, ahol a tettekről van szó, ez látható, ez érezhető, és ez egy megnyugtató érzés, ez a biztonság érzete. Szaturnusz bolygó az segít ugyan abban, hogy kialakuljanak a dolgok a szerelem területén, a párkapcsolat területén, de nem szabad elfelejtenünk azt, hogy Szaturnusz most a nappal egy ilyen kapcsolatban van, ami kellemetlen lehet, és az előfordulhat, hogy itt van egy ilyen külső hatás, hogy valaki kívülről ezt megpróbálja korlátozni. A nap hatása alatt az lehet az apa, vagy azt jelenti, hogy oda kell, hogy nézzünk, de mivel ez kellemetlen, mi vagy a párunk hajlamos most arra,
hogy félre néz, mert nem akarja látni ezeket a dolgokat. A Jupiter bolygó hatása alatt megvannak a lehetőségek, hogy az anyagiakat rendezzük. A levegő elemében nincs bolygó, pontosabban a mi földünk van a mérleg jegyében, a levegő elemében. De ez nem a külső hatást jelenti, hanem azt, amire szükségünk van. A levegő mutatja a szabadság érzését, a szabadságot, és a könnyűséget, azt is, hogy szeretnénk az ötleteinket megvalósítani. A víz elemében van a Hold és Merkur bolygó. Ez kihat az érzelmekre. A Hold egy jó kapcsolatban áll Vénusz bolygóval, a Hold egy jó kapcsolatban áll Mars bolygóval, és itt a párkapcsolatról van szó, és ez érezhető és megnyugtató, nagyon kellemes. A Merkur bolygó is a víz elemében van, a halak jegyében, ugyanúgy, mint a Hold, és ez annyit jelent, hogy hallgassunk a belső hangunkra, és ez által tegyünk lépéseket, tehát ne arra, amit mások elvárnak tőlünk, vagy amit mások szeretnének, hanem amit mi szeretnénk megvalósítani. Merkur hatása alatt vannak beszélgetések, és itt fontos, hogy kifejezzük azt, amit érzünk, és hallgassuk meg, mit mondanak mások, hogy érzik mások magukat. Beszélgetések az érzelmekről. És ez volt a mai mesebeli asztrológiám. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!